tudtuk azt, hogy egy nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen a Szegednek élethalál kérdése az, hogy pontokat szerezzen. Felkészültünk belőlük, de azt gondolom, hogy elsősorban a saját játékunkból készültünk, és az ott a legfontosabb, hogy végig kontrollálni tudjuk a mérkőzést. Hál' Istennek sikerült a második fél időben a fölényünket gólra váltani, és úgy érzem, hogy ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Elsősorban türelemre kellett inteni a csapatot, hiszen az a legfontosabb, hogy türelmesek legyenek saját magukkal szemben, teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy helyzeteket alakítsunk ki, és ez volt a fő cél, hogy a helyzetek biztos vagyok benne, hogy meglesznek. Ezt próbáltuk a srácokkal minél többet nyilván megfogalmazni, hiszen ha türelmesek vagyunk, előbb-utóbb a labda birtoklás ugye fölényt fog nekünk generálni, és hál' Istennek ez a fölény az gólokban is mutatkozott a második fél időben. Nyilván nagyon az előző részen nem kívánok foglalkozni, szerettük volna a saját filozófiánkat, a Szabolcssal szeretném megvalósítani ennél a csapatnál, hogy igenis egy értékes játékosokból áll ez a társaság, akik többre hivatottak, azt gondoljuk, hogy minél magasabb szinten kell ezt a játékot űzni, és képesek is rá, és azt hiszem, hogy bizonyították is a srácok, hogy a mai napon ennek megfelelnek. Hát bízunk benne abban, hogy ez a játékos állomány képes arra, hogy labdát birtokoljon, hogy megbecsülje a labdát, és elsősorban a csapatjáték, amit te is említettél, hogy minél többet birtokod a labdát, akkor előbb-utóbb fárasztod ezzel az ellenfelet, ezen a célunk, hogy ezekből teremtsük meg a megfelelő lehetőséget arra, ugye, ahogy ezt előbb is említettem, minél több gólszerzési lehetőséget alakítsunk ki. Ezen a célunk, hál' Istennek ez a mai mérkőzésen működött, ez lenne a tervünk, hogy a későbbiek folyamán is ugyanígy működjön. Nyilván nem lesz könnyű, minden meccs más és más, de arra készülünk mérkőzésről mérkőzésre, hogy jó teljesítményt nyújtsunk. Az egyértelmű, hogy a Szabolcs a szakmai munka felelőse, én meg a segítővők, a stábbal együtt, és így működik ez a dolog. Üdvözlöm mindenkit, nagyon bármi mondani ez a meccs után, de megmondom, srácok között ez a 90 perc, sajnos ennyire voltunk képes mai meccsen, ellenfélnek nagyon jó futballozta, és szerintem minden helyzetet kihasználta, érdekes szituáció, gól előtte 0-0, 11-esen szerintem meg kellett nézni, vagy volt, vagy nem. Szerintem ez nem szeretném most bármi mondani, de mondom, játékosok becsületes dolgozták.